Sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkezett a következő Bedwars-os videóm. Igaz, nagyon sok idő után, hiszen nagyon régen volt Bedwars-os videó, gondolok ilyenkor beszédesre, hiszen volt egy zenés videó MC Lackával, ugye nem régen, körülbelül olyan fél hónapja, körül olyan 10-15 napja. Egyébként ahogy látom, gyorsan spavnolódik a vas, mindjárt meg is van az ötvas, amiből tudunk fejleszteni, habár be kell vallani, hogy azért mégiscsak még van hátra egy kis idő az öt vasig, addig vágok egy kis fát. Majd én fejlesztek, mindjárt ki is írom, hogy fejlesztek. És akkor közben fát is vágok, és akkor ilyen multifunkcionális hubi leszek most, hiszen vasat is szedek, közben be fogom fedni az ágyat, fát vágok, tehát próbálok egyszerre több feladatot ellátni, ami a csapattársaimnak hasznos lehet, vagy a csapatomnak pozitív lehet. Oké, és akkor mindjárt meg lesz az öt vas, mindjárt fejlesztünk, mehetünk ki középre. Egyébként ez a japán kert, ez egy nagyon jó kis map, nekem nagyon tetszik, mert hogy itt lehet, hogy gyorsan ki lehet ütni az ágyat, de azért, hogyha valaki jól befedi, és támad, akkor még esélyes is a nyerésre. Oké, és szerintem ez a 10 fa pont elég lesz. Írj egy gyerek, hogy egy sárga. Igen, van egy sárga, azt kéne lehet először kiszedni, vagy az lenne a legkönnyebb, de szerintem már rögtön be is támadták. Egyébként a sárgához át kell pakolni, mert aki egyedül van, az nem hiszem, hogy bemegy a többi 10 ember közé harcolni. Nem valószínű. Egyébként csak tippeltem, hogy 10 ember közé, de látjátok, 4 meg 4 meg 2, az pont 10. Tehát így elég érdekes. Na, akkor szerintem fejlesztek is egyet, és akkor megyek vasért. Hogyha a játékos nem ment oda, bebagoltam, de lehet, hogy még éppen odaérek, és akkor tudok venni sok hasznos cuccot. Hogyha engedi Mr. Svég, akkor veszek magamnak pár részpetákot, abból pedig majd szetet. Egyébként úgy gondolom, hogy páran kértétek, hogy legyen Bedwars-os videó, és hogyha szeretnétek még további részeket, akkor jelezzétek egy lájkkal, és ez a rész fogja eldönteni, hogy készítek-e még ilyen Bedwars-os videókat, mert ebből fogom látni, hogy szeretnétek-e, hogy készítsek, és hogyha azt látom, hogy meg lesz körülbelül még az 500 like is rá, akkor természetesen készítek rá nagyon sokat. Nem várom el, hogy lájkoljátok, de hogyha szeretnétek még esetleg következő részeket, azt jelezzétek felém mindenképpen, hogy tudjam, hogy szeretnétek-e. Hiszen nagyon régen volt, és azokra nem jött olyan sok pozitív komment sajnos, amiért picit el is keseredtem, de úgy gondoltam, most készítek egy videót, hát ha szeretni fogjátok végül is, én nektek csinálom ezeket mind, és annál boldogabb nem is lehetnék, amikor látom, hogy szeretitek az adott videót. Na, akkor szerintem vegyünk blokkokat, mert még nem pakoltak át teljesen, ha jól láttam. Igen, még nem is pakoltak át a felék sem. Akkor az a játékos, ameddig pakol, én szedek fel egy kis nyersanyagot, ugye, hogyha veszünk fel még vasat, 3 vas kell ahhoz, meg körülbelül fiasztek részpeták, hogy tudjunk venni egy védelem 2-es melvértet. És ha az meg lenne, akkor már csúcs szuper jó kis szettünk lenne. Most jut eszembe, hogy kellene venni kaját is. És az is most ötlött a fejembe, hogy az én székem, ugye a kis görgős székem, amin most is ülök, egy ilyen irodai szék, néha recseg. Tehát úgy kell elképzelni, hogy így videózás közben picit mozgok, és akkor néha belerecseg. Na mindegy, végül is ez nem olyan nagy hátrány, hogyha nem olyan hangos, de ez hangosodna esetleg, akkor lehet, hogy le kell cserélni. Addig is veszek egy kis blokkot, sikerült egy kis részpetákot felvennem. Van egy stack blokkunk, még több is egy picit. Oké, és itt van egy lépcső, itt felmegyünk rajta, eddig jó. Egy almát beszek, van 7 darab, ez eddig jó. Oké, és akkor menjünk tovább szerintem. És akkor ha odaérkeznénk következő sziget, középső szigetre, akkor ott tudnánk harcolni is. És hogyha valaki védelem 2-es melvértet vett esetleg, akkor ha megszereznénk, akkor annyival is erősebbek lennénk, és nem kellene rááldoznunk különböző nyersanyagokat. Egyébként van körülbelül 1050 tokenem, ami azért jó, mert hogy ugye... Hoppá, ott vannak a játékosok, mert 1500-ból már lehet olyan dolgokat venni, amelyek segítenek. Például itt van a kézi csapatláda, 1500 token, és valljuk be, hogy azzal sokkal, de sokkal könnyebb a dolgunk. Sikerült kiütnünk a pirosak ágyát, mert mi sikerült kiütnöm,
és itt van a piros, hát szegény, nagyon sajnálom. Hogyha látná az üzenetem, akkor nagyon boldog lennék, csak sajnos nem látja, pedig tudjátok, szoktam gratulálni. Ha ismer, akkor úgy is tudja, hogy ilyenkor mindig írom, hogy GG jó voltál. Rendben, kiejtettük a piros csapatot. Az ellenség boltjából tudunk vásárolni, mert megvásároltam ezt a funkciót. És akkor gyorsan veszek pár blokkot, mert ez túl kevés, körülbelül 3 stack blokk kellene, hogy legyen nekünk, és abból már tudnánk gazdálkodni rendesen, de hogyha többet veszek, sem olyan nagy probléma szerintem, mert valamikor olyan nagy utakat építek, hogy az öröm látni, öröm nézni, oké, és akkor ezeket így felteszem, ezt meg így le, és akkor mert az építkezés. Én azt hiszem, hogy zöld csapatban vagyok, tehát nem kell félnem ettől a játékostól, csak jött gondolom felutolni egy kis vasat, hát tegye, hiszen csapattársam, neki kell, hogy előnybe helyezzük, jön a másik csapattársam, és 4-en vagyunk. Még vannak a kékek, kiknek nincsen ágyuk, valószínűleg, hogy ott vannak, igen, itt vannak többen is, itt vannak a kékek, rendben, akkor szerintem ide feljövök, hoppá, és akkor PvP-zek velük egy picit, imádok PvP-zni, hát miért ne PvP-znék. Hoppá, itt is vannak, és akkor ha valahogy oda bejutnék, ahogy látom, itt is van a játékos, akkor hogy lehet velük PvP-zni, ha ide jövök? Aha, rendben, egy megvan, ide lejövök, hoppá, ez lesz a második, hogyha sikerül megölnünk. Rendben, gratulálok számára, és még egyetlen egy van, valószínűleg el fog bújni, hogyha nem találom meg időben, ott van, ott van. Rendben, akkor most oda szépen megyünk utána. Rendben, akkor ezt kiütöm, és akkor, ha megtaláljuk, nagyon jó lesz. Ezzel ütök, ezzel a csákányom, most nagyon sötét van, lehet alig látok valamit, sőt, lehet nem is látok. Na, most már látok egy kis fényt. Rendben, akkor itt kijövünk. A kék arra vette az irányt, a mi szigetünk felé, ott van, ahogy láthatjátok, éppen shiftel. Akkor csinálok egy olyat, hogy itt feljövök shiftelve, és valahogy el kéne jutni hozzá. GG leesett. Rendben, akkor az a kék játékos leesett. A székemnek a recsegéséért elnézést kérek. Nyertél, gratulálunk, a csapatoddal megnyertétek az arénát. Ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, azt jelezzétek egy lájkkal, és lesz hamarosan további Bedwarsos videó, ha szeretnétek. Én Huberix voltam. Sziasztok!